A BAM-fesztivál néhány év után újra a korábbi keretek között sok csoporttal és sok nézővel valósult meg. A közönség az óvisoktól kezdve a középiskolásokig több korosztályt láthatott a színpadon. A járványidőszak nem hagyott nyomot a bábos mozgalmon. Az én tapasztalatom is az, hogy a bábcsoportom tagjai inkább több lett, mint kevesebb, egy-kettő, de az is inkább kinőtte a bábcsoportot, úgyhogy én nagyon pozitívan látom azt, és ugye, ha most körülnézünk, vagy körülnéztünk az előadások alatt, hogy mennyi család látogatott most ide el hozzánk, azt gondolom, hogy ez magáért beszél, tehát van rá szükség, van igény. A 2017-ben alakult Dél-Komáromi Kemence Báb Egyesület is fellépett a rendezvényen, amely jó kapcsolatot ápol az itteni csoportokkal. A csoportvezető és a tagok sokat tanulnak egy-egy bábos eseményen. Itt Felvidéken nagyobb hagyománya van, mint nálunk, és ezért is jó ide jönni, mert itt tényleg ezt is meg tudom tanulni, hogy hogyan lehet ide csábítani a gyerekeket. Továbbképzéseken is részt veszek itt, és nagyon-nagyon szeretem ezeket az alkalmakat. Megbeszélünk dolgokat, ők is segítenek nekem főként, mert hozzájuk képest azért még viszonylag kezdő vagyok. A Kultúrház előcsarnokában kézműves foglalkozások és ügyességi játékok várták a gyerekeket. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a bábozásra szükség van. A közönség jól szórakozik, a bábozó gyerekek pedig magabiztosabbak és nyíltabbak lesznek, és a beszédkészségük is javul.